Na, hello, sziasztok! Üdv a csatornán! Rendhagyó beköszönés, mert a komment szekcióba írt egy srác, hogy légy színe mindig az legyen, hogy így ordítasz, mert le kell halkítanom mindig az eszközt, amin nézlek. De így belegondolva nem is biztos, hogy ennek így volt értelme, mert nem tudtad, hogy halkan fogok beköszönni, és lehalkítottad. És így meg nem hallgattad össze, nem hallottad a beköszönést, mert olyan hallgó voltam. Na, srácok, köszönöm szépen a kommenteket először is. Volt egy srác, aki nagyon hosszan leírta, hogy mire érdemes pakolnom. Nem tudom a nevedet, ne haragudj, hogyha onnan talán magadra ismersz, te írtad, hogy ez a fénybunkó, hogy mi a szar, ez a stunning fegyver, stunolós fegyver, ez játék egyik legszarabb fegyvere. Hát akkor én nagyon örültem neki. Köszönöm. Ja, írtad, hogy milyenek, mire érdemes pakolni, hogyan. Meg be fogom tartani, gyűjtjük a skill pontot. Írta valaki egyébként, megint betalálja valaki ezzel a repülőház dologgal, viszont tudom, hogy nem akartál rosszat, de nem akarok játék technikai hibákat kihasználni, úgyhogy inkább beretjük neki, jó gyerekek? Ja, van egy-két probléma. Egy az, hogy ezt nem tudtam, hogyha kilépek a játékból, akkor a küldetésem ugrik. Tehát olyan, mintha nem csináltam volna semmit, megint vehetem fel itt elő a ház előtt. És 0 óra 12-ön és hajnal 1-ig lehet ugye felvenni. Úgyhogy beszaptuk, gyerekek. Nem kicsit. Annyi kellett volna, hogy ugye a második generátort megfogom, mielőtt kilépek. Szóval, cumi van, gyerek. Cumi. Van 40 HP-nk, úgyhogy most eldönthetjük, hogy mit fogunk csinálni. Megszívtuk. Én arra gondoltam, hogy nem vagyok az a feladós fajta, úgyhogy felveszem még egyszer a küldetést ilyen állapotba. Na, sokan fogják a fejüket, hogy úristen, haza se érnél. Kemények vagy, leszünk, mint a Rambo 3. Viszont amit még észrevettem, hogy ahogy kiléptem, hogy a zombik is elfelejtettek, amivel sokra nem megyek. Viszont annyi, hogy legalább nem koválják az ajtót. Na, akkor az a lényeg, hogy valahogy ki kellene jutni, és hajnali egyig eljutni a starting pointra, úgyhogy egy halom zombi van körülöttünk, akik meg akarják a szánkat. Ráadásul ugrani is nagyon tudunk, mert minden egyes ugrás levisz a HP-nkból, mivel el van törve a lábam, de most egyelőre azért nem akarok ezzel foglalkozni. Viszont azzal foglalkozunk, hogy legyen betárazva minden. Azért nem akarok ez a... Nem, itt egy a... Itt egy világító test. Hát pont itt kell lenned, hogy a rovatérben már is néhányal kevesebb. A... Jaj, ne. Yeah! Kezdi. Hú, bazzak. Itt se jó, mert itt meg itt ez a vas. Hallod? Hogy lehet itt vissza följutni? Ajaj. Próbáljuk meg följutni. Már csak 41 HP ugye, tök jó, hogy így bukjuk. Vagy hova tudnék rakni. Nem föl tudok odaugrani? Elvileg föl kéne, miért nem ugrik föl? Várjál. Nem tudok oda föl... Várjál, itt fölöttem van valami. Ezt tudjuk, meghallotta mindenki, ugye? Föl kéne ugrani, úgy. Már csak 37 HP, már csak 36 HP. Nagyon örülünk. Szivatnak anyám stop, ugye? Meg elvesztettem egy frame-et. Jó, menjünk, próbáljuk meg. 36 van, el kellene odaérni. Nem tudok HP-t tölteni, bármennyire is gondoljátok, hogy jó, az nekünk most nagyon jó lenne, nem tudunk. És elvileg az a baj, hogy... Nincs itt senki? Az mi? Itt volt egy kutya, ugye? Kutyámajom. Úgy nagyon parázok. Na, az a lényeg, oda vegyünk, akkor újraindul ugye az egész. Hát azt tudom csinálni. 37 HP-val. Az jó, jó móka lesz, tudom.
De tényleg nem vagyok az a feladós típus, úgyhogy ha megdöglünk, megdöglünk, igazából egy játék, de legalább lesznek izgalmak dögivel, mert az garantálom. 44. Jó lett volna még lootolgatni egy kicsit, de ugye most például az összes loot újra fog termelődni. Egyébként itt nem tudok följönni a tetőre, és akkor kapásból a tetőn kezdenék, érted? Mondjuk ez nem lenne egy hülyeség. Igen, ennyire vagyunk szarul. Fúhú, gyerekek. Lehet, hogy megpróbálok a tetőre följönni majd. Mindjárt 49. Mindjárt vagyunk. Újra is kezdtük ugye a küldetést, tehát megpróbálnék a tetőre felvenni, megmondom őszintén. Mint itt alul. Hopp, újra is termelődött a loot ugye a kocsiba, például. Itt valahol van egy kutya benn. Vagyis azt hiszem, shit. Na, ezeket meg lehet, hogy újra fogjuk pakolni. Ezt az acidot mondtátok, hogy ez nagyon jó lenne. Ez az, tön vagyunk a tetőn. Jó, ez egy jó dolog. Kicsit húzzuk meg magunkat, nem hajtott a tár, szerintem hajnali 4-ig kell végeznünk. Kicsit rendezzük el a dolgokat, meg nézzük meg, hogy az mi az, ott a zombi hegyek vannak, bazdmeg. Jó, hogy nem annyira vesznek észre. Kicsit rendben rakom a dolgokat. Ezeket a modifikációkat, például ezt leszkreppelem, mert ennyire nem ér... Figyeljetek! Itt ment egy nőci. Meg egy másik tag. Ott is ment... Sokan vannak. Az a baj, hogy itt tetőn vannak zombik, meg van egy kánya is. És azokat igazából nem fogom tudni úgy megölni, hogy barátságosan, vagy távolról, mert ugye fel kell mennem a tetőre mindenképpen. És valószínűleg akkor rám ront az összes. Kicsit taktikusan kell játszanunk most, hogy 39 HP-val rendelkezünk. Azt se vágom, itt mintha szokott volna lenni egy kutya. Az is biztos, hogy itt van. Valahogy előre kéne gondolkozni. Vagy a zombikot is kiirtani a környéken, mert az a baj, ellövöm magam, ezek a zombik, akik itt mászkálnak, tudja, hogy rám fognak rontani. És lehet, hogy értelme lenne, hogy lelövöldözget. És nagyon sokan vannak, basszus. Na, egyel kevesebb. Ezt nem találom el a csávót. A zombikat kéne írtani itt a környéken, mert ugye azok hiába nem ide tartoznak a küldetéshez. Nem hiszem, nem találom. Rám fognak rontani. Hát nem hiszem, ott lőttem el mellette közvetlenül. Hoppa. És megbolondult. Nem lát szerintem, csak arra jöttem, amerre éppen lövés iránya volt. Nézzük meg, itt hátul is volt. Ez fel akar jönni a tetőre, én úgy érzem. Itt a csaj. Az is megvolt. Vajtok, az nem működik, hogy dobog valamit. Ott is a csávó. Na, ezek ugye mind rám rontanának, lőnék egyet. Normál fegyóval. Följött értem a tetőre, de nem tudott megütni. Pont lelőttem. Ez több, mint volt, több volt, mint szerencsé, gyerekek, szerintem. Még egy zombi. Jó, ez jó. Ez jó, ez tényleg jó. Azt vagyjuk, az igen messze van, szerintem az nem fogna betámadni. Jó, jók vagyunk. 43 HP, annyira nem rossz ez, gyerekek. És már csak arra kéne rájönni, hol menjek fel. Meg elnézzünk erre, azt megpróbálunk itt felugrálni. Ugye még mindig el van törve a lábam? El van törve a lábam. Jó, ott rohadjon meg.
Oda rakjuk az. Ez a betű a falon zavarja, vagy mi a szar zavarja? Mindegy. Nem tudom, milyen fegyverrel menjek. Annyira nem akarom, hát el kell lőnöm az alkat. Igen, és minden egyes ugrással HP-t veszítek sajnos. Na nézzük körül, hogy mi van itt. Az a baj, nem is látok senkit. De abszolút. Jó, sötét van. Jó, már csak 37 HP. Oké, óvatosba. Az a baj, szerintem itt ezek nem tudom honnan jönnek elő. Ezek lehet, hogy le vannak skriptelve, hogy jöjjenek, ha... Ugye van egy madár is például. Próbálok marha taktikus lenni, azt lehet úgy megölnek abban a pillanatban, amikor előjönnek, mint a szar. Full nem látom őket, nem. Én itt nem látok senkit most. Ott van a... Ez most jó. Jók vagyunk most. Kell lenni egy morárnak is. Megvan a madár is! És még van, kell, hogy legyen ember. Nem ennyien szoktak rám támadni. Az valahogy elő szokott törni, nem emlékeztek? Mert hallani mindig egy ilyen durranás hangot, amikor előjött, ezelőtt, amikor fönn voltunk. Ez tutti, tutti avanti gyereke. Ez komolyan kutya hangot hallod? Ott egy csávó. És köszönöm, mint hogy a kutya hangot hallottam volna, ilyen morgást. Szerintem sikerült kipucolod, amit fönt, esetleg még egy lehet. Azt meg alatt mutatja a map, de hülye vagyok. Hol vannak az ellenfelek? Alul lehetnek, ugye, de viszont ha alulra le kell mennem majd, az meg lehet, hogy kicsit kellemetlen lesz. Na, egy ötletem. Az a hátsó ajtó. Jó, hátsó ajtónak annak kijönni. Nem? Valahol kijönnek. Jó, valami fej, kurva. Nagyon fölkészülünk. Aha, ott van a csávó. Ilyenkor nem tudom. Nem tudom bántani. Furkoráztak, jó, én nem lövöm el magam, inkább vigyaszkodok. Addig az utolsó pillanatig, ez nagyon fontos. De ott legalább kettek ki akarok jönni, az jó. Mutatja is, hogy ma. És font most szédülünk. Semmi gond gyerekek, no problémo. A probléma. Eddig minden tiszta. Minden szépen csinálunk, ugye? Hibátlan! Nem szabad elcseszni. Nem szabad elcseszni. Attól félek. Hogyha beugrok megint oda, akkor ugye megint jönnek egy raklap Rahedlivel, és a csapdába fogok esni. Úgyhogy ezt egy kicsit máshogy kellene megoldanunk megint csak. Jó. Nem baj, hogyha most mozgok. Nem, jó lenne, hogyha fölébrednének alattunk lévők. Na itt egy másik ablak, nem az, amelyik a kocsira esik. Azt nézem, hogy...
Ez hol vagyunk? Aha. Ez jó lenne, hogyha itt, jó lenne, itt be tudnék fúrni, vagy valami. 500 csak. Az jó. Hogy belássak, érted? Na, alul vannak, igazából annyira nem tudnak. Ó, hát ez csak ennyi. De jó, gyerekek. Akkor itt nem lesz rá velőlem senki. Nehogy már ilyesek is vagyunk. A gyerekek, így, ez, ennek örülök. A tető fából van. Ez böszme jó. Ugye látom, hogy hol vannak a kis köcsögök, mert innen szoktak valahonnan futkorászni. De mondjuk lehet, hogy most kijöttek már, ugye? Majd nézzük meg itt is. Nem, mert innen jönnek át, mert ugye itt is. Akkor elvileg itt is fal tető. Oda néz, tesó. Azt rá is akadtam, nem áll. Ez ilyen rohadt zombi? Az lesz mi? Oh, nem akarom magam megszivatni, bazzed, de nagyon. Jó lenne, jó belátnék, tudod? Innen is át tudnak futni oda. És tuti, hogy vannak, bazzá. Tuti. Ott tuti, hogy van. Ott a függöny mögött. Kéne egyet lőnem, azt hát, hogyha akkor megőrülnek, nem? Várjál. Ugye lövök egyet, bassza meg. Kit érdekel? Ez lehet, hogy le vannak scriptel, most én nagyon parázok, az az igazság, nem tudom, hol ugorjak le. 3 óra, lehet, hogy csak 4 óráig csinálom tovább a küldetést, úgyhogy be kell húznom. Fölülről kéne támadnom, mert akkor, hogyha gyűnnek, akkor nem tudnak megcsapni, érted? Várjál, tudom, hol van zombi. A izében van a szerelőaknában, itt alattunk, valahol itt. De szarul vagyunk. Nincs kávém, azt hiszem volt kávém, nem? Hát. A szerelő aknába tudti, hogy van zombi. Itt a mentő mellettibe. Le vannak scriptelve, nem tudsz vele mit csinálni. Nem akarnak előérni, hallom, de hogyha rálátnénk. Tudni, hogy van. Remélem, hogy figyeljetek, az utolsó percben leugrunk, az belint röfetjük azt a szart, hogy van. De nem akarok öngyilkosságot elkövetni. Itt van, a tudti, hogy van itt fenn, az egy köcsög. A mentőre is rá tudnék ugrani, szerintem a mentőre nem tudnak följönni. Ugorjunk a mentőre. Hoppa! Hol a név az? Dick. Szarab. Nem akarom elcseszni, gyerekek, nagyon kevés a HP, nem nagyon van lehetőségem sok mindenre. Ott tuti van benn zombi. Mentőbe legyen valami izé, valami... Ó, hogy rohagy meg, hogy semmi... Olyan, semmi olyan. Innen meg kéne piszkálni azt a szart. Vissza tudok ugrani? Vissza, jó. De ezt tuti megfogom, tuti megbalandulnak, hallod? Nem is lehet megfogni, bázz. Mi a szar csinálni, gyerekek?
Bassza meg! Csináld már meg, csináld már meg! Kettő darab ellenfél ott kint. 39 HP, és megcsináljuk? Bazd, meg, nem viccel el. Komolyan? Hallod? Kiugrik a szívem, nem tudom, beszélek egyáltalán? Nem, vagy mi történik, hallod? Kiugrott a szívem a helyére. Itt van valaki, bazd. Rohadt élet. Mi lesz a loot? Megint ilyen térképes, ez jó van, nem is megy meg. Szarul vagyunk, bazza. Hallod, esküszöm, a szívem ki van ugrava helyéről, nem tudok gondolkozni, hogy semmit tenni. Yes. Nem tudok gondolkodni. Szét! Megőrülök. Jó, minden felvettem, bazza. Halljátok? 10 perc aztán, 9 perc és akkor nem futnak a zombik, halljátok? Az kellene. Bazza, remegek, hallod? Ez annyira para volt, bazza. Nézzük, semmi lőszer. Esküszöm, remegek. Nincs a kép mögött egy szép szapot, nem? Én nem tudok bevenni, hogy mi van? Hol van itt a ajtó? Jó, ma. Mindig ez az üvegcserepet felvesz, hogy a kiütöd. Mire jó az? Meghalni? Ah, azt hittem van. Na jó. Innentől nem futnak a zombik. Clear! Ki kell pucolni az izai területet. Itt meg ír zombik a gyerekek. Odakint vannak? Vagy hova vannak? Ír zombikat. Jó. És ma nem futnak, az már egy boldogság, öröm boldogság. Ki kéne jutnunk, nem? A kutyát kell először leszedni, ne felejtsük el. Mert az fut! Na bazzeg! Meg rohadt élet, nem hiszed, de két kutya volt! Hát hallod, ekkora egy szivatás! Mondom, a kutyát kell összeleszedni, megláttam a második kutyát, az itt a... Izélek, bazzeg! Magam alá szarok! Nem bírom én ezt a gyerekek, nem bírom azt a gyűlölést komolyan. Anyátok? Anyja. Bazd. Hát öcsém. Hát arra sem nem ette meg, bazd, aki kitalálta ezt öcsém. Áh. Nem tudom mi ez a jó van. Nem tudom mi ez a jó van. Hallod, nem tudom mi ez a jó van. Mekkora sebzés van, ennek mekkora? 12, ez legyen ilyen bunkó volt, amire rekom el. Szóval, hogy leszkepelem vagy valamivel. Á, te fiú.
Mit dobjak ki meg? Van painkillerem, az gyógyít HP-t. Tól nem kell, na. Mennyi HP-t ad? 40 hát. Csak azt hiszem, hogy le fog szedálni a vizemet. Nem baj, leszarom hallod. A világom nem, világomat nem tudom. Ezt mondtátok, hogy szkar, úgyhogy megy szkrebbe. Világomat nem tudom, esküszöm. És van izé. Hallod, honnan lett nekem ez? Áh! Közben hol lett ilyen? Nem hiszed el. Megőrülsz! El van törve kezem, mit tudok azzal csinálni benne? Megőrülök. Hogy mi van azzal a kézzel? Nem ezt akartam, basz. Broken arm. Izét kellene, azt az izét, azt a kötszer valami is lehet, ugye? Splintet kellene. Mi kell hozzá? Wood, duct tape, fragment. Duct tape-et hogy tudok csinálni? Mindig elfelejtem, bazon. Tudok is csinálni. Hány kellett hozzá? Nem emlékszek. Egy, mi jó. Ja. Jó van, gyerekek. Túléltük. Túléltük így, hogy kétszer csináltam meg ezt a hülye küldetést. Na a második az böszper taktikus volt, mondhatjátok, ugye? Egyébként mondtátok, vagy mondta az a srác, hogy motor visszük. Hogy nem sok értelme van raknom a Lucky Looterre még. Mert nagyon összetett dolog ez, nem ki se tudok menni, bazza. Megint ütnek valahol valamit, hallod? Már ne találkozzak senkivel, ha megvadulod. Elútek. Na, ott a luk. Gyerek. Mi mindig nem volt meg? Ez a városi környezet nem a legbarátságosabb. Jó, van, megyünk. Mi a fok? Ez a városi környezet nem a legbarátságosabb, gyerekek. Azt meg kell hagyni, mi? Jó, megyünk haza, mert le vagyunk amortizálódva. Lehet, hogy nem is tudom meggyógyítani a betegségemet 100%-ig. Nem vagy gyógyszert talán lehet venni. Mert az a baj, azt hiszem már csak egy ilyen zöld pirulám van. Az már kevés lesz. Ó, te fiú. Ez kemény volt. Ez kemény volt. Jó, futni azt tudok. Ígyunk egy kávét is. Meg ígyunk egy vizet is. Aztán fussunk haza. Hát komolyan. Jó. Mi van, amit annyira nem kell? Ez a gomba, ez mennyire kell nekem? Gyere nem. De mindegy, legyen. Jó, nem dobok ki semmit, szerintem. Megyünk. Ezt valami lesz, jó? Ja, le vagyunk izélve, le vagyunk amortizálódva. Ezt kilutoltam ezt a mentőutat? Már vagy 200-szor megnéztem mi. Úgy gyerekek, tényleg, elmondom nektek, én ez most nekem olyan stressz, öregettem 5 évet bazájában az egészbe. Jó van, szépen lassan elmegyünk, majdnem lesz ez kipontunk. Mondtátok, hogy a izére rakjak a szexuál Tyrannosaurus? Jó, rejtem. Hogy arra pakoljak, mert az lesz nekem jó. Barát, ez a legbonyult faszi, ez mi? ez mi? Milyen betegség? Vitamin. Vitamin. Vitamin kell. Jó, hát ez kicsinált. Ez kicsinált, gyerekek. Ez egy tojást viszek, hát ha van. Jó, nincs. Ez kicsinált. És túléltük, basz! Te hallod. Hú, te. Ezek a küldetések, én meg a tier 3-es küldetésre vágyakozok. Mikor ez is majdnem idejé volt, majdnem gajra tett. Majdnem gajra tett? Agyilag, szellemileg lefáradtam. Esküszöm. Vegyünk barter elé, gyerekek. Megiszom előtte az izeimet mindenképp a piába. Tovics bag. Ez is ugye adna.
meg is lehetném. Azt nézem, hogy ez hogyan gyógyít. Bocs, hogy néha ránézek a dolgokat, csak szeretném megérteni. Ja, ettől izélek. Ettől... Minek nevezik? Ez most mit adott a painkiller? Mi ez? Ja, kisebb esélyem van sztárra, még ilyenre. Ilyet is oda painkiller? Tök jó. Azt frankó. Csak ugye kiszáradok tőle, vagy valami ilyesmit ír. Jó, egyébként tudom, minden bajunk van. Szerintem ez alatt a küldetés alatt nem volt olyan, ami mi nem szenvedtünk el. Etült a lábunk, a kezünk, agyrázkódás, itt tudom én, be van gölgyerül a csávó, éhesek vagyunk, szomjasak vagyunk, izé, minden, ami létezik velünk, megtörtént most. Kicsit le is ültem, hogy ez a izéérzés, hogy haj, végre túléltük, vagy megyünk haza, hogy befekszünk az ágyunkba, tudjátok, mind amikor egy nagy kaland után, hogy jó, kell egy kis nyugalom dolog. Olyan érzésem van, folyamat. Baj, de kemény volt ez. Azt hittem, egyébként úgy álltam neki, megmondom őszintén, amikor láttam, hogy újra kell kezdeni, és ilyen állapotba kell újra kezdeni, lőszer nélkül, meg minden nélkül, hogy ez nem fog megvalósulni. De viszont az a jó, mert ilyenkor egy olyan kihívás lép életbe az emberbe, vagyis olyan metódus, úgy, máshogy képzel el, nem úgy, hogy berontokozta, én vagyok a Rambó, hanem ugye tök jó volt, hogy a tetőn végigmentünk, egész máshogy lehet. Kicsit hosszadalmasabb, viszont sokkal izgalmasabb. Hát igen, elég izgalmas az éve maszkálni. 30 HP van neki, mi van a testben? Jó, hát erre biztos mindig szükségük lesz, agyi vasukba gyerekek. Mint az a... De jól néz ki azok a gyarok, nézd meg ott, mondja. Egyébként ezek a kárnyák, ezek eltűntek, békén hagytak újabban. Ja, meg azért is utálom egyébként a miért nem biciklizem, miért nem? Mert az összes kárnya folyamatosan ránk ugrik, tudod. És az is egy őrület. Az is szörnyű. Jó, nem tudom, 6 órakor nyit a bolt, ugye? 6 óra 10-kor, vagy valami ilyesmi. Majd megiszom azt a piát, azt a barteles piát, azt a viszkit, azt akkor jobban tudok elvileg bartelálni. Mondtátok, hogy mondta az a srác, aki sokat írt, hogy arra... Csusszál, edesó. Arra is rakjak, mert akkor... Hogy van? Több küldetés... Több cuccot kapok a küldetésből is például, több reward van, több közül választhatok. Úgyhogy lehet, hogy arra is hatással lesz a barterre, hogyha megiszom azt a piát, hogy akkor majd jobban áll. Meg ugye üzletelni kellene. Meg kéne néznem, hogy nincs-e valami olyan, ami nekem nem kell, aztán üzletelnem kellene. Meg akkor tudnék venni esetleg lőszert, mert lőszer hiányom van folyamatosan. Ezeket a komolyabb küldetéseket nem tudom megcsinálni nélkül. Az gyerekek itt meg olyan erdő van, hogy vigyázz, Keeper, kifogysz a fából. Jó, Isten. De mindig a hatása veled vagyok. Nagyon izgalmas volt, és imádtam. Ez nagyon jó volt. Hé, hey, ezt meg hogy került ide? Ezt mindig így elmentem mellette. Ez az erdőcsém. Jó, elmegyek haza, beveszem a gyógyszereket, kigyógyítjuk magunkat, vitaminokat, mindent. Fölnyomjuk a HP-t, eszünk, mert mindjárt éhen veszünk. Meg kéne csinálni az alagutat teljesen ki, mert most is például be kell ugrálni, és baromira nem tetszik ezt a szart, meg kidobjuk minden. Van izajem? Ja, nem nincsen? Vagy a francba. Komolyan? Hova tűnt? Ott hagytam, bazza. Ha, már veszteségesen zárjuk a napot. Te fiú. Hogy tüntetem el? Ja. Valamit néztem, hogy... Nézd, direkt szülött megtanulását tudnám. Ez mire ad? Hogyha ezt használom, ezt a modot íjba, akkor gyorsabban repül nyílvessző. Ó, ez tök jó. És akkor most ez mennyivel gyorsabban repül? Várjál, próbáljuk már ki.
Az tök jó, és akkor nem kell annyira előre céloznom. Ah, de jó, megmodifikáltunk a izeinket. Íjunkat. De jó, ez tök jó. Egyébként jó, le van verve már róla. Ugye mindig jönnek a zombik, aztán itt összecseszik a dolgokat nekem. Jó, mindjárt rendbe rakjuk magunkat, meg kipakolunk. De nem akarok semmi. Egyébként mindig az van, a sok cuccot hordok, akkor mindig jönnek a kommentek, hogy aj, mindig túl vagy terve a képer, nem mászkálja túl terve, amikor kidobom a cuccokat, aj, mindig kidobom a cuccokat a képer. Úgyhogy ez a van sapka, nincs sapka esetet, de nem baj. Ott meg már milyen hosszú az alag, de jó. Együnk egyet először is. Az a baj, hogy nem nagyon van jó kajám. Ezeket is kiveszem, mert minek ide. A kaját az behagyom, mert az jó volt. Na, és akkor ami... Ami... Fegyver. Ami... Kraftelemek. Ami... Ez tök jó, hogy így lehet. Ez nagyon tetszik. Úgy... Stone. Úgy. És akkor már is kicsit. Ezt a pústát, ezt megeszem azt, akkor nem lesz rá gond. Akkor nézzük át, mi van itt. Ez a sok víz, az hadd ne legyen nálam. Ezt elvisszük, mert ugye bartelezünk. Craft elemekhez mehet be ez. Ez mi? -8 noise. De mihez? Mibe lehet belerakni? Armorba. Ja, ilyen ide, ilyen gumibakodik. Kevesebb noise-unk van, hát akkor ez mehet a fegyverbe. Ugye a fegyvernél armor és fegyver van. Ja, meg igazából itt annyi alkatrésze van, ezt majd egyszer nekiállunk kraftolgatni, akkor jó fog jönni, mert akkor ó, ez kell, az kell, nincsen gond, ez is ugye például. Mindig tényleg... Jó, ezek maradjanak. Na, mi nincs, mi nem kell. Ezt eladom. Na, nézzük át, hogy ami érdemesen valamit eladnom. Ja, ezt be kéne nyomnom, és ez csak 10-et fog gyógyítani elvileg. Úgyhogy ez kevés, úgyhogy a méz az még 5-öt. De hát az pont jó lesz. Ilyet kell szereznem, mennem, vagy valami, mert ez kevés van nekem. Egyébként ezt elvihetném, ezt a nagy gyógy egészségű csomagot magammal, hogyha baj van, akkor ezt használnám, nem? Ó, jóó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 ó
Oké, a vitamin is meg volt. Jó. Legyen nem tudom húzni, mert akkor eltűnik egyébként. Nem szereti, hogyha szélejön van a dolgoknak. Oké. Akkor ezzel így megvagyunk. Mi az, amit akart volna még a keeper? Hát innen semmit egyelőre. Ezt rakjuk le ide. A vízünk az van bőven. Ami kellene nekem, a fát azt szeretem, hogyha van nálam, mert azért ezt azt craftolgat az ember belőle. Igen, kaját kellene csinálni, ugye? Van 10 húsunk, annyiból tudok gazdálkodni. Ebből a gombából mit lehet? Receptek. Ó, ebből lehet izét, gombából lehet baza izét. Ilyet. Spagetti, hát igazából egyiket sem tudom, úgyhogy mehet vissza a levesbe. Majd egyszer valamikor felhasználható lesz. Rakjunk be egy kis, aztán süssünk egy kis kaját. Sok mindent nem tudok. 2 darab ilyet. Nem sok kaján van egyébként, nem mondom nektek. Megyünk üzletelni, jó? Kinyitott a bolt. Nézzük át, esetleg nincs olyan kraftelem, ami... 26-t él... igazából nem érdemes lenne, nem lenne érdemes semmit eladnom. Egyébként egy ventset. Ezt elvihetnék. Mert... Hova rakhatnám be? Azért, mondom, az a baj, hogy olyan kevés skill bar. Mert, ezt meg is javítom. Mert ugye szét tudok szedni vele dolgokat. És azt mondtátok, hogy ez tök jó lenne nekem. Eladni akkor nem adunk el semmit. Akkor ezzel így megyünk. Ja, javítókészletet majd kéne csinálni. Ja, azzal meg szét tudok szedni dolgokat. Na oké. Nem sokára... Hey, elhoztam a fiát? El. Ez elvileg akkor ad bort el, linget,
20%-ot, úgyhogy üzletelni fogunk, vagyis még miatt a küldetéssel is visszatérünk. Úgyis, hú de jó, meg is vagyunk gyógyulva, ja, kicsit a kaja szintem szarul van, de végre jó állapotban van újra a keeper. Jaj, de jó. Hú, megnyugodtam, ismerős környék. Küldetéseket imádok csinálni, gyerek, imádok. Úgyhogy talán valami jó küldit megint ad. Baromi jó, nagyon szeretem. Tök jó, izé. Hányos 25-ös szintűek vagyunk egyébként, hol lássuk azt? Egyébként egy, nyomok egy tabot, nem? Nem tabot, vagy mi betűt, ugye? I betűt. 25-ös. Game stage 43. Player kill, deeds 1. Enemy kill 478. Ugye izé volt durva. A legelején a kutya. Azt nagyon bánom, hogy meghaltunk, hát ez van, nem számít. Na, barteringet. Itt megisztuk a piát. Adja neki. Oké, okay, 3 percig akkor arra jól fogunk kezelni. Come speak with me, friend. De mi a fasz? Oké. Okay. De hol van ez a küldetés? Mi van most? Miért nem lett jó? Ó, mikor csesztük el, nem is figyeltem, hogy rohadjál meg. Jó, mindegy. Ó, te fiú. Hát akkor fölöslegesen is ittad meg azt a szart. Jó, mindegy, inventory, azt nem valami eladó cuccot. Ó, vagy a rohadt életbe. De nem örülök. Nincsen valami. Semmi értelmes. Ó, oh, te fiú. Fegyverek között, vagy mit tudom én. Ó, oh, te fiú, hát nem vagyok boldog. Na, itt van ez a szar. Ezt mondjuk lehet, hogy eladhattam volna jó pénzért, mi? Ó, oh, te... Ez... Hallod? Hadd ne izé 83 lőszert megvegyek 2100, hogy megmegyük, mire költsük másra, nem? Jó, mindegy, éjszaka egyelőre nem mozgunk, aztán nem veszek, de most nem vagyok, nagyon nem vagyok boldog. De miért? Vissza kell néznem a videót, nem tudom, gyerekek, lehet, hogy ti jobban észrevettétek, sőt, biztos. Ó, te fiú, hát én nem vagyok, egyáltalán nem vagyok boldog, mindegy, ezt megcsinálom azt a küldetést. Ó, a fro... Kigyóbigyó, ott hagyom a francba. Leszarom a kigyóbigyót. Te hallod? Azért ennyire elcseszti az egészet? Ha megcsináltam mindent, nem? Vagy mi? Ott hagytam valami zombit? Vagy mi volt? Vagy kifutottam az időből? Hát az a kettő kutya volt utoljára, nem? Jó, mindegy. Ott rohadjon meg. Akkor is megcsináltuk. Mi úgy vesszük, jó? Biztos van, jó cuccot adott volna érte, én meg itt elcsesztem. Gyesó! Nem vagyok boldog. Na mindegy, ezt a küldetést már megcsinálom, leszorom. És ha ide rakunk gyerekek a XP-ből majd. Szexuál Tyrannosaurusra. Hallod, megcsináltam, milyen királyok voltunk, tesó. Komolyan mondom, nem baj, lett egy jó modifikáció, lett egy csomó jó cuccom egyébként. Lett egy jó módosításom az így nyírra, már ennek örülök, hogy egy jobb izét kaptuk. Egyébként lehet, hogy fogom szedni a izét és a tollat, mert majd kell csinálnom még nyílveszőt, mert azt a keeper azért szereti az ijászkodást. Valahogy ez rám, Skyrimben ijászkodtam mindig. Imádom ezt a lopakodó stílust egyébként. Elhoztam az alsó volt, tesó? Jó, elhoztam. Ezt is szeretem, ezt a küldetést, mert ugye folyamatosan scriptelve ott gyaráld a zombikat, az is tök jó dolog. Nem mondta, szerünk össze, majd leszkeppelem, nyugi, nyugi, bugi. Szeretem ezt is, bírom. Eskü szeretem ezt a küldetést, mert... Nem állja. Oké. Okay. Mindig jönnek a zombik. És akkor elvileg a game stage-től függ egy csomó minden, gondolom a zombi keressége, akkor a loot,
ugye nem csak attól függ, hogy én nekem hiába pakorok a kerményt a Lucky Looterre, hogy game stage-em kicsi, akkor nem fogok nagyon jó utakat kapni. Tudjátok, hova mennék ezt szívesen? A idejében, katonai bázisra, tudjátok? Arra... Az hogy kifutoltuk a legelején? Pedig aztán nagyon szarag voltunk. És most jönni fog a zombi. Ez imádom, ezt szeretem. Szeretem. Szeretem ezt a küldetést, olyan kis... Hoppa, nem kell annyira előre elélőni. Mert gyorsan lők megy a nyilvessző. Marha jó. Ima, jó, jó volt a küldetés. Ez amennyire egyszerű, annyira kis trankó. Csináljuk meg. Legalább egy küldetésünk legyen meg egy nap. Éhesek vagyunk, tudom. Spórolni kell a kajával, Rick. Mindjárt tining. Zombik! Nagyon jó lett a nyíl! Nagyon jó lett a nyíl, gyerekek! Imádom! Vagyis az íj. Nagyon jó lett. Tetszik. Tök mindegy, hol ásol egyébként. Mert az a lényeg, hogy majd úgyis be fog szűkülni. És akkor fogod megtudni jobban, hogy... Van a 14. napunk, vagy 13. napunk van, gyerekek. Holnap jönnek a zombik. Ez is felejtettem, horda lesz. De jó. A csilingelj, aztán jöjjenek a zombik. Fölvettem még, kétszer megcsináltam ezt a büdös küldetést, és nem lett meg, hallod? Hülye voltam, azért keeper. Úgy marom ezt nyit. Hallod az íjászat? Meg ugye azt hiszem van olyan modifikációm is, hogy ruhába talán, hogy gyorsabban táraz. Úgyhogy tiszta tervilmos vagyok, vagy mit a Robin Hood, vagy milyen szar szoktak mondani. Jó, ássunk valahol. Legalább lesz egy kis kléjünk is. Ezzel érdemes összekötni a kléjásást. Nem csak klétása, hanem akkor csinálod a küldetést, aztán akkor ez is megy. Ez is jó dolog. Kell egy olyan hely is, ahol ki tudok ugrani, mert jön a zombi, nehogy ide bepottogjanak. Hoppá, hoppá! Ajaj! Ó, nem hiszed el! Legalább minden már könnyen eltaláltam, ugye? Jó az íjaszkodás, jó van! Nem hiszed el! Na, ezt hogy nem találtam el? Mi van? Ezt nem igen értettem, de jó van. Na, még jó, hogy nem ástunk ott. Látjátok, én igazából nem érdemes mindenhol ásni, mert milyen jó kis körömcipőd van. Jaj, de jó seggerő, te. Csapják a varagadra. Ezer durability-e van. Meg is van a szintlépésebb, de jó. Ezeket a küldetéseket tényleg tök jó érdemes csinálni. Akkor a Tyrannosaurus akármire kéne pakolni, várjál már? Na, szóval van az erőnél? Erre, és egyet se raktam rá.
Ja, hiszen ott van, hogy a fegyver kevesebb ízlés staminát teszik. Te hülye, vagy kipöröcsé. És már tudsz is majd rakni még egyet rá. Mert izé, mert ugye hármason van már ez. Ó, te jó, hát erre valami nem volt ragva, hát nem csoda fogyott a staminát, mint a birka. Olyan birka van néha a kipör, hogy az őrület. 26-os szintű, nem 26-os szintű voltam már egyszer. Még vagyok én 26-os szintű megint. Hogy én emlékszem rosszul. De ezt jó minél jobban elodázni, annál több zombi jön, bazen. Zombi, zombi. Ez a fejlővés... Ez a fejlővés terültetem, de annyira nem megy. Azt tudom, hogy nem ide tartozik, de... Lehet, hogy nem is olyan nagy ívbe repül, vagy... Jó, nem erőlködök. Bocsánat. De most már tudjuk, hol van ez a rovat. Kincs. Hol van-e? Erik. Oké. Okay. Mi a szar? Jaj, de jó! Istenem! Jaj, Istenem! De jó, várja, mennyi, ez mennyi? 98-os a damage-e? Ennek is 98-os a damage-e? Ebben van valami modifikáció, de majd mindjárt. Dupla cső... Jó, ilyenkor is jönnek. Legvégig. Hú, egy csomó, de jó! Jaj, de örülök nektek, bazzeg! Ima... Oh! What the fuck?! Na, találd el! Ne menj el! Hoppa! Lyukba ne esd bele! És egy se dob lootot, hallod? Ekkor hülyeség. De dobhatna valami lootot, nem? És komolyan, azért egy lootot azért ki... kidobhattak volna. Na! Dupla csövű shotgun. Nézzük, hogy mi a szituáció. Gyorsabb meglesem, mert baromira érdekel. Ez 11-et sebez, ugye? Mi az a pelec? Szórás akar lenni, vagy mi a szar? 98-et sebez csak, de ugye az fel van nyomva valamivel. Stun target 4 sec. Hát ezek nem tudom, hogy ez. Na szerintem mindenképpen jobb, mert kettőt tudok vele lőni. Meg is javítsuk. Oké. Oké, ebben a modifikáció... Milyen modifikáció? Igen, és ettől nagyobb a izéje csak. Ettől nagyobb... És ezt ugyanabba visszarakta? Ja, mert ilyenkor hiába váltogatott. Aha, igen. Ilyenkor ki kell lépni, ilyenkor akkor mennyire alk nyomni, és akkor így kell, ahogy. És már is nagyobbat sebez elvileg. 10,8. Hát jó, és akkor majdnem ugyanakkor át. Ó, de jó. Holló, de... Kettő levetű sárgár, de... Ez nekem nagyon kellett, és egy táradásra meg is oldja. Nem tudom... Jó, hát biztos terít mind az Isten nyila. Jó, menjünk haza már, mert éhesek vagyunk, minden bajom van, nincs kajan állam, nincs kajan állam. Tök jó, örülök neki. Nagyon örülök neki. Ezt meghagyom azért, mert nem tudom miért. Elrakom a ládámba, hogyha távadtok, vagy bármi van, akkor legyen. De ennek örülünk. Ez tök jó. Dupla sövű shotgun. Van, aki fönnek. Ezen mi van egyébként? Ezen milyen modifikáció? Ja, barán mód. Akuraszi. És kézelhetőséget növel. Hát a baram, mondjuk, az annyira nem kellene.
Annyira nem használom ezt a fegyvert, főleg, hogy egy büdös lőszerem nincs, inkább az AK-ra kellett volna ezt a modifikációt ráraknak. Ugye? De viszont ez jó, mert ehhez millió lőszerem van. Egy pump action sárgán egyébként az lenne a frankó, annak tudna örülni. Van keeper, pár gyerek. Majd kipróbáljuk. Tök jó lenne, úgy lehetne lőni, hogy de milyen gyorsan lövél a kettőt? Lehet, hogy tök gyorsan el tudom. Csak nem akarok pazarolni, olyan vagyok, hogy nem pazarol keeper. Jó, van egy tojásom. Kettő van egyébként, csak az a lábam kezd. Jó, hosszú videó lett, gyerekek, mi? Arra se vegyenek? Bocsánat érte. Hú, de egyébként élem nagyon, szeretem ezt a játékot. Komolyan. Pont az, aki a hosszú kommentet írta, bocs, hogy nem tudom a nevedet, ő írta, hogy mindig nagyon sokat fejlesztik ezt a játékot, és mindig van benne olyan újdonság, még egy nagyon régi játékosnak is, ami miatt érdekes tud lenni. Hát igen, vannak grafikai bugok. És az összes kaktuszba belemegyek, bazzik. Komolyan, kiírtam az összes kaktuszt. Tök jó. Valami van itt fa. Á, de jó sok fa! Te ebből majd ugye kell csinálnom, hát fú, egy csomó minden kell. Főleg az a nagy terem, ami ott lent lesz, az lesz a fura. Megcsinálni, meg nehéz, meg minden. Előjem ezt a kettőt, kíváncsi vagyok. Ó, hát na, ezzel azért hatékonyabb vagy, érted? Meg mintha gyorsabban tárazna. Reload speed nincsen kiírva ezeknek a fegyvereknek, mit tudom én. Szóval pilic nincs, az tök jó lenne pedig. Ja, javító készlettel javítja, hát ennyi hát nem nagy gond. Na! A küldetés, végre egy küldetés majd. Mit amin vagy vascsizma, gyerekek? Ötös vascsizma. Mi van nekem? Én akkor meg tudom nézni. Na, ötös vascsizma. Hol vagyunk már, vazze? Hármas vascsizma, ötös vascsizma. Ezt mindenképp akkor azt nem. Most két vita, hogy van egy csomó. Meg egy csomó XP-t kapok. Jó, köszönöm. Van valami munkád? Még esetleg majd? Clear zombie. Van egy clear zombing. És eltűnt az a... Melyik a legközelebbi? Hát ez. Szupli. Jó, mert ezekben vannak tök jó lootok is. Úgyhogy tök jó. Na megyek. Pihizni, enni, meg minden. Hú, de kár, hogy nincs egy zombi. Most ezzel azért lehet? Amúgy is elég kemény a éhezőnk, tudom, éhezőnk. Amúgy is gyorsan tudsz ölni egy sörétesre, mint akkor csak az, mint egy ló. Főleg közelre. És meg még kettő lövésnyi. Egyiket elhibálod, de még van ott. És van lőszer hozzá dögjővel. Ennél jobbat nem kaphattam volna, nem örültem volna semminek ennyi, mert nincs lőszerem máshoz. Ugye. Jó, tudom, a homokot is elhoztam, majd valamire jó lesz. Nem tudom, mit lehet belőle, mondom, üveget, vagy nem tudom. Hogy lehet, hogy betonhoz kell. De kidobom, mintha nem is kellene, de aztán lehet, hogy kell. Jaj, tesó! Mennyi féle lefele léle! Oké. Na, enni kéne, ilyen veszük baza. De nem fog egy túl sokat adni. Mennyit ad? Annyi kaját ad? 10-et. Annyi, ez egy lószar. Várjál ma. Ja, izajom nincsen most meg, mert most meg tojásom van, de húsom nincs. Jó, nem baj. Ezt leszkrepeljük, nézzük át a dolgokat, jó? Az a baj, annyi cucc van, és ennek se lenne rossz, hogyha itt lenne. Na, ezt meg ugye beszéljétek, hogy akkor ezt veároljuk. Ezt szkrepeljük. Ezt szkrepeljük. Ezt a szöget nem szkrepelem le, mert minek. Egyébként tök jó sok pénzem van, és 10-valamennyi ezer például egy motor. Jó. Egyelőre kipakolok mindent, jó? A pénzt kellett volna eladni, ezt a felejtettem. De hülye volt a képe.
Ezt ide rakom, de tudom, hogy nem az. Fegyver, egyébként vannak fegyvereim. Van ugye egy 6-os Pipe Machine Gun, ugye, de az AK az jobb volt. Jó, hát akkor ezek, így, ezek meg így maradnak. Jó, a pénzt azt mondja, el kellett volna adnom, de ott rohadt meg. Mert azért egyébként 230 valamennyit, de most akkor hadd ne vigyem magammal, hanem akkor nem tudom. Ami... Ezt meg ide vetjük. Eladásra. Ó, meg lesz. Eladást a dolgokat ide rakok, és akkor jó, mert nem kell azzal vinkódnom, hogy jó, mit adjak el, hanem amit eladásra szállok, az beszórom ide egybe. Így lesz. Jó, kaját kell gyűjtenem. Nem túl jól állunk. Megcsináljuk a következő küldetést, aztán gyűjtünk kaját. Viszont ez, örülök ennek a napnak, ez jó volt. És éjszaka akkor meg azt csináljuk, mert most már nem éjszaka fogunk küldetésre, hanem nappa. Hogy ezt befejezem, jó? Ezt a kiáratot. Ja, meg holnap izé lesz. Zombi horda. Na gyerekek, köszönöm szépen a figyelmet, tényleg baromi hosszú videó lett. Köszönöm a kommenteket, nyugodtan írjatok, mindig elolvasom őket, ha nem is reagálok ott. De végig mindig böngészem, hogy írtok-e valami olyat, ami hasznomra válna. Na, köszi szépen, jók legyetek, csácsúvi csötészta!